Jó estét kívánok! Önök a napi aktuális első részét látják. Az otthoni gazdálkodást népszerűsíti a legszebb konyhakertek program. Ennek kapcsán az egészséges táplálkozás fontosságáról is beszélgetünk majd az ötletgazdával. Negyedik alkalommal lehet idén csatlakozni a Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű országos programhoz, amely az otthoni kertgazdálkodást népszerűsíti, szakmai előadásokkal, fórumokkal segítve az újonnan csatlakozókat és aktív résztvevőket. A jelentkezéseket 2015. február 28-áig várják. A program szervezői ösztönözni szeretnék a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg maguk és családjuk számára a konyhakerti zöldségeket, amellyel egészséges, minőségű, vegyszermentes, maximálisan ellenőrzött előéletű élelmiszereket fogyaszthatnak. Kovács Szilviát, Karcog alpolgármesterét, az ötletgazdát köszöntöm a stúdióba. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük azzal, hogy honnan az ötlet? Miért van szükség egy ilyen programra? Az ötlet onnan ered, hogy jártam bankeltemben az országban, de szülővárosomban, Karcagon is azt tapasztaltam, hogy egyre több az az udvar, amit sajnos nem művelnek, meg nincs konyhakert, és hogyha valaki megműveli a kertjét, akkor az legtöbbször kimerül a virágok gondozásában és a gyep nyírásában. De lehet ott többet is csinálni, miről van szó? Mi az a konyhakert? Hát a konyhakert az, a nevében is benne van, ami a konyhát és az éléstárunkat kiszolgálja. Tehát megterem benne minden, ami egy főzéshez szükséges, zöldség és a gyümölcs egyaránt. Nagyon fontos, hogy az udvarunkat hasznosítsuk, és ne hagyjuk parlagon heverni, hiszen akkor szép környezetben élünk, de egészségesen is táplálkozhatunk belőle. Hogyan zajlik maga a program, mi a lebonyolítás menetrendje, hogyan lehet jelentkezni rá, egyáltalán kik jelentkezhetnek? Települések, szervezetek csatlakozását várom első körben. Ezt február 28-áig lehet megtenni, hiszen ezt a versenyt helyben kell lefolytatni, helyben kell meghirdetni a 7 kategóriában a versenyt, és erre jelentkeznek a helybeli lakosok. Ott a zsűri összeáll, megnézik a kerteket, kétszer fogják szemlézni, a tavasz és a nyár folyamán, és ezt követően meghozzák a helybeli eredményeket, első, második, harmadik díjakat, esetleg külön díjakat osztanak ki, és ezt követően a helyi zsűri eldöntheti, hogy az első helyezettek közül kik lesznek azok, akiket Magyarország legszebb konyha kertje díjra, az országos díjra felterjeszt. Ha valaki mondjuk nézi ezt a műsort, és netalán kedve támad arra, hogy benevezzen erre a versenyre, milyen szempontokat mérlegeljen, mivel érdemes benevezni, mi az, ami ebben a versenyben mondjuk előny vagy hátrány? Hagyományos, tradicionális paraszti kertekkel érdemes nevezni, hiszen számomra ez a legszebb konyhakert. Az mit jelent a hagyományos paraszti? Nincs művileg megtervezve, hanem ahogyan nagyanyáink tervezték annak idején, illetve kialakították annak idején az udvarokat, a kertjeket, így kellene most is megtervezni, de a kertgazdák így is gondolkodnak, és így is szervezik a kertjüket, és így is gondozzák nagyon nagy szakértelemmel és nagyon nagy szeretettel, de túlmenően ezen még nagyon sok más elvárásunk is van. Komposztáljon, lehetőleg ökobió módszerekkel dolgozzon, lehetőleg minél több madarat vonzon a kertbe, és a 2015-ös év fő témája a gyógynövények és a fűszernövények megléte a kertjében valakinek, illetve nagyon fontos, hogy esővízzel öntözzön, ha öntöz, illetve ha megtelt, hogy esővízzel öntöz. Ha jól láttam az adatokat, akkor 128 település nevezett tavaly, ennyien szálltak ringbe. Idén hogy állnak? Még van azért hátra elég sok idő. Hányan jelentkeztek eddig? Eddig 63 jelentkező településünk van, köztük 5 budapesti kerület, és ma érkezett Budapest 16. kerületnek a nevezése. Erre külön büszke vagyok, hiszen 2013-ban az első országos versenyben egyetlen egy budapesti kerület sem nevezett, de ez megdőlt 2014-ben. Budapesti kerület az hogyan nevez? Tehát egy társasház belső kertje, vagy akár az erkély is lehet a helyszíne egy ilyen közösségi kertnek? Tulajdonképpen ugyanúgy nevez, mint egy település, egy önálló településként kezeljük. Vannak benne balkonos kertek, mini, normál, és tulajdonképpen közösségi kategória is nagyon sok van, és én várok minél több közösséget, óvodát, iskolát, illetve ahogyan az előbb említette, lakóközösséget is ebbe a programba, hiszen akár egy 10 emeletes ház is összefoghat, és a mellette lévő területet megművelheti a maga hasznára. Azért úgy tűnik mondjuk
Hát nyilván nem készült erre vonatkozóan talán reprezentatív kutatás, de mint hogyha a modern társadalom az inkább a boltok polcairól szereti beszerezni az ennivalót. Így a program során eltelt azért 4 év, biztos sok helyen sok tapasztalatot, sok települést látott. Mennyire erősödik vagy gyengül a környezettudatos, az egészségtudatos táplálkozás a háztartásokban? Egyértelműen az erősödés, a tudatosság erősödése figyelhető meg, illetve az én kerteseim, a hőnszeretett kerteseim szokták azt mondani, hogy nagyon szép eredmény az, hogy már minden szomszédja fölásta a kertjét és konyhakertet alakít ki. Én ennek örülök a legjobban, hiszen ez a programnak az egyik fontos üzenete, illetve az egy egész, tulajdonképpen ezért indítottam el, hogy minél többen műveljenek otthon konyhakertet, minél többen gondozzák a kertjüket, és ne legyenek parlagon hagyott zárt kertek, udvarok. Ez lehetőség esetleg egy társadalmi felzárkózási programhoz kapcsolódóan is, tehát népszerűsíteni azt, hogy amit lehet, meg tegyünk meg magunk körül. Egyértelmű, hiszen öntudatosságra és az önbecsülésnek az emelésére sarkal ez a program, hiszen nagyon nagy tartást ad annak, aki önmagát el tudja tartani, és egy picit a háztartásba be tud segíteni azzal, hogy megtermeli magának a zöldséget és a gyümölcsöt, ráadásul tudja, hogy az, amit megtermelt, az egészséges, és az ő keze munkájának a gyümölcse. Még egy utolsó információra mindenképpen ki kell térnünk, mikor lesz a díjátadó? A díjátadás az OMÉG záró napjára esik, ami tulajdonképpen terveink szerint szeptember 27-e, de ez elképzelhető, hogy változik. Ez azt jelenti, hogy a településeknek elég korán kell befejezni a versenyt helyben, tehát augusztus végén eredményt kell hozniuk, hiszen meg kell utána nevezniük azokat, akik az országos díjra jelölnek, és ezt nekünk le kell jelenteniük körülbelül szeptember első hetére, hogy mi ezt nyugodtan tudjuk értékelni, és nyugodtan föl tudjunk készülni az országos eredményhirdetésre. Kovács Szilvia, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Most pedig folytatjuk egy másik témával. Sok más ágazat mellett változások előtt áll a felsőoktatás is. Kiemelt cél, hogy az végzett hallgatók minél inkább el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. A Vekele Sándor üzleti főiskola oktatója lesz a vendégem. Szüleikkel, tanáraikkal együtt izgalommal teli napokat élnek meg a végzős középiskolások. Február 15-éig kell dönteni a továbbtanulásról. Már a 10. évfolyamon elindul az érdeklődés, hiszen akkor dönthetnek a tanulók a fakultációk felvételéről, ami meghatározza az emelcintű érettségi tárgyakat is. A diákok mintegy 95%-a egyetemen, főiskolán szeretne továbbtanulni. A végzős diákoknak szinte már mindegyiküknek van nyelvvizsgája, emelcintű érettségie. A diákoknak az elektronikus jelentkezés sem okoz gondot, hiszen szinte már minden végzős rendelkezik internetkapcsolattal. Tévárkonyi Attilát, a Vekele Sándor üzleti főiskola főtitkárját köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor az alapkérdéssel, mégpedig azzal, hogy alakul a felsőoktatás, és az egyik kiemelt szempont, vagy kiemelt elvárás az ágazattal szemben, hogy olyan leendő munkavállalókat képezzen, akik utána helyükre kerüljenek, mondván a diplomát megérje megcsinálni. Világos. Az önök intézménye tapasztalatai alapján mik lehetnek az irányok, illetve önök hogyan látják, hogy követve az egykori hallgatók pályafutását, mennyire sikerül kamatoztatni a megszerzett tudást? Ugye egy óriási közhellyel kezdjem, hogy a világ változik, és egyre gyorsabban változik. Nyilván erre a felsőoktatásnak is reagálnia kell. Most nekünk van egy hatalmas előnyünk. Ez az előny elsősorban a kicsiségükben keresendő. Hogyha megnézzük az oktatási palettát, akkor rögtön látható, hogy a Vekele Sándor üzleti főiskola egyik a legkisebb főiskoláknak. Na most nálunk, amíg egy ötletből megvalósulás lesz, az egy nagyon gyors és nagyon egyszerű és viszonylag áttekinthető folyamat. Egy nagy egyetem esetében, amikor szenátus, rektor, dékán, intézetvezető, tehát sok ponton elakadhat egy ötlet, ott ez a megvalósulás általában lassabb. Nálunk ez gyors és hatékony. És hogyha közmondásokat akarnék mondani, ugye mostanában nem a kis hal, vagy a nagy hal leszi meg a kis halat, hanem a gyors hal leszi meg a lassú halat. Most mi gyorsak vagyunk, és gyorsan reagálunk. Ez azt jelenti, hogy ha a munkaerőpiacon felmerül valamilyen igény egyfajta képzés irányába, akkor nálunk erre az igényre viszonylag gyorsan tudunk egy oktatási struktúrával válaszolni. Ez a hírek általában úgy jelenik meg,
mondjuk általánosságban, hogy valamit bezárnak, és valamit megnyitnak. Mondjuk egy kart bezárnak adott esetben, mert mondjuk az intézménynek úgy tűnik, hogy nincs rá szüksége, vagy felesleges, nem nincs rá jelentkező. Másikat meg kell nyitni, de mégis mindig van egy ilyen rossz zöngéje, kvázi a hírekben ez a rossz hírek közé tartozik, hogy valamit bezárnak. Erről mit gondol? Hát esetünkben ez nem áll fent, mert az alapításunk összesen kb. 10 évre tekint vissza az iskola, 2006-ban alapítottak minket, azóta csak fejlődünk. Tehát nálunk nincsenek bezárt karok, mert nincsen kari struktúránk. Mi nagyon figyelünk arra, hogy az oktatási piac, meg a munkaerőpiacnak a kihívásaira mindig egy újabb struktúrával reagáljunk. Tehát például most a legutóbbi időben kaptuk meg az engedélyt a gazdasági, tehát a gazdálkodás és menedzsment, és a gazdasági informatikus képzésre, és mind a kettő egy rendkívül új és rendkívül életre való szak. Ez az egyik. A másik dolog, amit mondtam, hogy ez a viszonylagos kicsiség. A viszonylagos kicsiség az egyfajta, hát nem tudom, hogy ez a szót kimerjem mondani, elitképzéssel párosodik. Itt az elitképzést a szónak a pozitív értelemben használom, tehát nem egy szűk elittek a gyerekeit képezzük, hanem maga a képzés minősége egy elit. És ez a kicsiség, amire többször utaltam, ez nálunk egy vállalt pozíció, pontosan azért, hogy tehát nem is akarunk, nálunk mi figyelünk arra, hogy a létszámot ne duzzasszuk fel. Ez a kicsiség, ez párosodjon egy elitképzéssel, egy jó értelembe vett, hatékony, strukturálisan működőképes képzéssel, és erre utalnak az eredményeink is, tehát a mi hallgatóink jól el tudnak helyezkedni, a diplománk egyre értékesebb. Persze nem mérhető össze a Wekerle főiskola diplomája, mondjuk egy Corvinuséval, amely x éve már üzemel, de egyre hatékonyabbak vagyunk, és egyre jobbak a visszajelzéseink a hallgatóinktól. Karrieridorák van például, ahol figyeljük, hogy a végzetteink milyen módon jeleznek vissza, és mennyire tudnak elhelyezkedni, és nagyon jók a visszajelzéseink. A változó világ, mint indok, az az egész felsőoktatási struktúra átalakításánál egy fontos szempont. Kicsit, amit ön mondott a saját intézményük esetében, azt, mintha az államtitkár, illetékes államtitkártól is hallottam volna nagyban. Hogyan látják az eddig ismert változások, tervek alapján? Önnek mi a véleménye arról, hogy jó irányba indul el a felsőoktatási ágazat? Igen, publikussá vált ez a bizonyos fokozatváltás a felsőoktatásban című. Ezt már azt mondja, a kormány is. Így igaz, a kormány.hu-n ezt el lehet olvasni. Még nem törvényről van szó, inkább egy iránymutatás, hogy merre fog haladni a magyar felsőoktatás. Most nekem nagyon tetszik ez az irat, és nagyon tetszik azért is, mert számos lehetőséget kínál az iskolának. Tehát a mi főiskolánk például, ha ebben az iratban gondolkodunk, akkor egy egyetemmé tud válni, amelyik különböző vidéki, ilyen kis közösségi főiskolákat tudna üzemeltetni. Tehát egy hatalmas előrelépés lenne a felsőoktatásban, ha ez ténylegesen úgy valósul meg, ahogy mi szeretnénk. Önök mit tudnak egyébként a forgatókönyvről, nyilván, mint érintett intézmény, van bizonyos információk arról, hogy hol tart az előkészítési munka, mikor válhatnak be ezek a törvényi tervezetek? Nézze, még az idén esetleg? Mi a felsőoktatásban kicsit úgy vagyunk, mint a futballisták. Sípszótól sípszóig kell játszani. Ami kijön a törvényben, nekünk azt kell betartani. Tehát én nem tudok előkészülni egy olyan törvényre, amit majd elfogadnak. Mindig az érvényes jogszabályok alapján kell működnünk, és azt kell belaknunk faltól falig. És mi abban is vagyunk viszonylag hatékonyabbak, hogy a törvény által biztosított kereteket mi faltól falig belakjuk. Tehát nem állunk középen, hanem tényleg, amit a törvény lehetővé tesz, azt mi ki is használjuk. És mint mondtam, ez egy nagyon jó irány, és mi figyelünk is arra, hogy ez még jobb legyen, és remélhetőleg ez mindenki számára pozitív lesz. És mikorra várják egyébként ezeket a változásokat, arról tudnak esetleg valamit? Figyelik-e ezt egyáltalán? Hogyne, persze, hogy figyeljük, és szerintünk az egyetlen megoldás az előre menekülés. Tehát mi is előre menekülünk, nekünk is vannak koncepcióink, hogy milyen képzéseket kellene akkreditáltatni. Mi is megnyitjuk a kapuinkat a külföldi hallgatóink előtt, tehát van külföldi képzésünk angol nyelven, és egy sereg olyan elképzelésünk van, ami majd, hogyha megvalósul ez a bizonyos kormányzati döntés, akkor ebbe harmonikusan be fog illeszkedni. Tehát előre menekülünk, és előre gondolkodunk, hogy mi lesz akkor, ha ez törvényerőre emelkedik. Ezt várjuk, azt hiszem mindannyian, különösen a szakma. Tévárkonyi Attilát köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Most pedig politikával folytatjuk, a veszprémi időközi választásra benevezett az Összefogás párt is. Szepesi Zsoltot fogjuk kérdezni arról, hogy miért. A
A nyíregyházi születésű Szepesi Zsolt, korábban Monok polgármestere, az Összefogáspárt elnöke, többek között azzal magyarázta veszprémi indulását, hogy ez is egyik eleme pártja 2018-ra tervezett felépítésének. Az indulás lehetőséget ad, hogy bemutassák programjukat, elmondhassák, mit szeretnének tenni az emberekért. Szepesi Zsolt azt mondta, a pozitív kampány híve. Nem arról beszél, a másik mit rontott el, hanem hogy mit csinálna jobban, mint a másik. Az Összefogáspárt elnöke veszprémi terveiről azt mondta, ha bizalmat kap, csak úgy, mint Monokon, itt is a választók érdekei lesznek számára a legfontosabbak, és ha azt látja, változtatni kell, változtatni fog. Szepesi Zsoltot köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Szép estét kívánok! Kezdjük azzal, hogy ugye az ön által alapított Összefogáspárt már a 2010-es országgyűlési választáson is indult, aztán a 2014-esen is indult, legutóbb ön indult az újpesti időközi választáson, most pedig Veszprémben méreti meg magát. Miért döntött, hogy ennyi próbálkozás után ismét nekivág a jelöltségnek? Én azt gondolom, hogy a politika egy nagyon szép dolog, hogyha azért csinálja egy politikus, hogy az embereknek, hogy az országon segítsen. És sajnos ma azért annyira rossz a politika, a politikusok megítélése, mert rengeteg megélhetési politikus van közöttünk, aki nem azzal foglalkozik, hogy az embereknek jó legyen, csak a saját pozíciójának él, és ő 4 évbe gondolkozik, és rettek, hogy most megválasztják, vagy nem, mert a való életben nem tud mit csinálni. Ellentétben vannak ebben az országban olyan emberek, akik pedig nagyon szívesen a közösség felé fordulnak. Én polgármesterként nagyon sokat tettem az emberekért, azóta is nagyon sok közösségi feladatot végzek el, mert szeretem az országomat, és szeretem a benne élő embereket, és ezért van bennem ez az oldhatatlan érdeklődés a politika iránt. 12 induló van most Veszprémben, köztük nyilván a fideszes helyi alpolgármester az egyik befutó esélyes, illetőleg a baloldali pártok egy része is beállt egy független jelölt mögé. Ön gondolkodott esetleg azon, hogy az Összefogáspárt őt támogatja, vagy rögtön a saját indulás mellett döntött? Nem, az Összefogáspárt alapításától kezdve mindig egy önálló párt. Mi nem vagyunk se jobboldali, se baloldali párt. Kiszálltunk ebből a dologból, amikor a két oldal egymást ütivágja, ugyanis azt gondolom, hogy a választókat ez elriasztja. És az a szomorú, hogy mind a két oldalon, mind jobb és bal oldalon vannak értelmes, nagyon jó gondolatokkal bíró emberek, akik sajnos a tudásukat egymásnak feszítik, és így kioltják egymást. Az Összefogás mind nevében is benne van, ez az Összefogás pártja. Összeretnénk fogni az ország erejét, az ország értékeit, hogy együtt menjünk tovább, ne egymással szemben, hanem együtt egy közös célért, mert mit akar egy jobboldali vagy egy baloldali ember is? Megélni, jól élni, jövőt biztosítani magának, gyerekének és ennek az országnak is. Ez pedig összefogással lehet, előbb-utóbb úgy is fel fogják ismerni, mi pedig mindig jelen vagyunk, hogy erre felhívjuk az emberek figyelmét. Csak azért kérdeztem, hogy az Összefogás a párt neve, korábban volt is abból egy kicsi, úgymond zűr a baloldali pártok is, ami hasonló elnevezést nem, szántak maguknak. Nem zűr ez volt. Rendeződött már? Nem zűr volt. A baloldali pártok egyszerűen pofátlanul ellopták a nevünket. A 2014-es választásokon nagyon sok kárt okoztak, és inkorrekt módon jártak el. Nagyon csúnya dolog, amikor egy nagy úgy bántja a kicsit, hogy ő semmiről nem tehet. Azt gondolom, hogy annyi név közül változhatottak volna, és ha megnézzük azt, hogy azok az emberek, akik tavasszal az Összefogás nevében fogtak egymással össze, és gyakorlatilag próbáltak minket letolni, hol van azoknak az összefogása? Sehol. A mi összefogásunk megint itt van, és itt lesz 2018-ban. És biztos vagyok benne, hogy ezek az erők majd 2018-ban újra megpróbál a baloldal egy összefogással, de most szólok előre, hogy ez a név foglalt, és ott leszünk természetesen. Korábban Monok polgármestereként a szociális kártya intézményével robbant be úgymond a köztudatba, legalábbis komoly sajtót kapott ezzel a kezdeményezéssel. Ha jól tudom, azóta is volt hasonló ötlete, amit a miniszterelnök úrnak címzett nyílt levelében fejtett ki, ez mit igen, jelent? Tehát nagyon sok dologgal foglalkoztam polgármesterként, a Szoboszlai Barna bácsit védtem meg, aki ugye árammal védte a portáját, hál' Istennek a kisöreget nem csukták be, megúszta, vagy a közmunkaprogram alapjait is én teremtettem meg, tehát rengeteg ilyen közösségi programom volt. Most miniszterelnök úrhoz egy nagyon fontos kérdéssel fordultam, Kárpát-aljai magyarság érdekében, ugyanis az ukrán háború miatt
Kárpátaljáról viszik el a magyar embereket az ukrán háborúba, és ami ugyanilyen nagy baj, hogy az ukrán menekülteket, akik a harcok elől elmenekülnek, pedig Kárpátaljára telepítik be. Tehát innentől kezdve az várható, hogy a magyar lakosság, a kárpátaljai lakosság létszáma csökkenni fog, és ráadásul fel is fognak higulni, mert a belülről beköltöztetett ukránokkal pedig Kárpátalja növekszik, és így az etnikai arány végképp fel fog borulni, és ezt nem szabad nekünk magyar embereknek megengedni. És úgy érezte, hogy ezzel nincs tisztában a miniszterelnök, hogy erről mindenképp tájékoztatni kell, vagy milyen szándékkal fordult hozzá? Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor felelősségteljesen gondolkozik magyar kérdésekben pedig mindenképpen, de én, mint egy párt elnökének, viszont azt éreztem kötelességemnek, hogy erre felhívom az ő figyelmét, és mert ezt nyílt levél formájába tettem meg, így ezen keresztül egy ország figyelmét, és valószínű, hogy az ukrán politika és az ukrán vezetés figyelmét, mert ők ellemzik a magyar sajtót, a magyar belpolitikát, és valószínű, hogy ebbe is bele botlanak, és hát ha komolyabban veszik, ugye amivel sokan foglalkoznak, az hát, ha visszatartó erő, hogy kevesebb magyart vigyenek el, egy magyarnak se szabad elmenni egy olyan háborúba, ami nem tartozik a magyarokhoz. Azt gondolom, hogy ezzel talán mindenki egyetért ebben az országban és határon túl is. Viszont mi az, amit önök kifejezetten a veszprémieknek ajánl? Mi az, amit Szepesi Zsolt tud, és másik 11 jelölt esetleg nem? Én azt gondolom, hogy minden jelölt más tud. Én a jelölttársaimat nagyon tisztelem, és egyiket se szeretném becsmérelni. Azt gondolom, hogy mindannyian elindultunk. Ez egy nemes küzdelem. Ez a demokráciának az egyik legnagyobb vívmánya, hogy részt vehetünk választáson, és ami legfontosabb, hogy az emberek választhatnak. Tehát minden jog az embereknél van. Ha valakinek én vagyok szimpatikus, rám fog szavazni. Ha a másik 11 jelölt szimpatikus, akkor rájuk fog szavazni. Én, amit én tudok nyújtani az embereknek, amit már korábban is, én egy probléma megoldó ember vagyok. Amikor látok egy problémát, ki kell állni egy közösségét, egy érdekért, én azt tudom képviselni. Tehát én nagyon harcos típus vagyok, nagyon szeretek végigvinni ügyeket, főleg amikor az emberek bajba vannak, és ez a korábbi polgármesteri munkában is látszik, amikor a kis emberek bajba kerülnek, vagy a magyar állampolgárok, én nagyon szívesen nyújtok segítséget, és harcolok értük, megyek értük, és elmerem mondani a véleményemet. Tehát én a magyar politikában egy ilyen szókimondó, nagyon karakán ember vagyok, és valószínű, hogy ez nem is fog változni. Bocsásson meg, a Szabad Vasárnap kapcsán is akcióban lendült, mégpedig népszavazási kérelemmel, viszont ezzel kapcsolatban azt olvastam, hogy támadják mások, ugyanis azt gondolják, hogy ön direkt rossz kérdést tett föl, és ezért az eljárás meg is indult, vizsgálják, hogy egyáltalán ki lehet-e írni a népszavazást. Mit gondol erről? Én azt gondolom, hogy nincs soha rossz kérdés. Az a kérdés aktuális. Ugye akik ezt támadják, mondjuk a baloldal és hozzájuk köthető szervezetek, ők ebből csak egy kormány ellenes hetszkampányt akarnak. Nem az a fontos nekik valójában, hogy az emberek vasárra mehetnek vagy nem mehetnek. Ők egy támadási felületet látnak ebbe. Az én célom teljesen nemes és tiszta, mert amikor ezt a anyagot beadtam, akkor kiadtam egy sajtóközleményt, amit deklaráltam előre, hogy nem az a fontos, hogy az emberek támogatják vagy nem támogatják, hanem az a fontos, hogy az emberek döntsenek. Én abban hiszek, hogy a magyar emberek ebben a társadalomban nagykorúak. Fontos kérdésekben meg kell kérdezni őket. Szepesi Zsolt, megvárjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, és innen hagy kívánjak sok sikert minden veszprémi indulótársamnak. Önöknek pedig köszönöm az eddigi figyelmet, a híradó után jövünk vissza. A Civil Összefogás Fórumának országértékelője lesz a témánk. Továbbá megpróbáljuk tisztázni, valójában ki tehet az elbocsátásokra a nagyobb áruházláncoknál. Tartsanak velünk!